Jó estét kívánok! Önök a TV-ajka híradóját látják május 26-án, hétfőn. Nézzük legfontosabb híreinket néhány mondatban. Európai Uniós választások. 21 képviselőt küldött az ország Brüsszelbe vasárnap. Megemlékezés a két világháború hőseiről. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes emlékezett Ajkán. Erős emberek kislődön. A martfűi hajnal Tamás a legerősebb. A 2014 májusi európai választásokon az európaiak megválasztották a következő öt évben az őket képviselő 751 EP képviselőt. Az unió lakói e -képviselőkön keresztül befolyásolhatják az Európai Unió politikájának irányvonalát. A fidesz KDMP valamennyi megyében és a főváros összes kerületében az első helyen végzett a vasárnapi Magyarországi Európai Parlamenti Választáson. Megyei bontásban Csongrád megye kivételével minden megyében a Jobbik áll a második helyen, Csongrádban az MSP kapta a második legtöbb szavazatot. A fővárosban a második helyen a DK végzett, az Együtt PM szerezte meg a harmadik helyet, az MSP a negyediket, a Jobbik pedig az ötödik helyre csúszva előzte meg az LMP-t. A választáson a voksolásra jogosult több mint 8 millió választópolgárból országosan mindössze 28,92% vett részt. Várhatóan hat párt pártszövetség jut mandátumhoz Magyarországról az EP választáson. A fidesz kdnp 12, a Jobbik 3, az MSP és a Demokratikus Koalíció 2-2, az Együtt PM és az LMP várhatóan egy-egy mandátumot szerezhet. Ajkán a választók 26,35%-a jelent meg a választásokon. A Fidesz-KDNP 48,29%-ot, az MSP 17,43%-ot, a Demokratikus Koalíció 12,54%-ot, a Jobbik 11,72%-ot, az Együtt PM 5,73%-ot ért el. Ha csak városunkon múlott volna az eredmény, a lehet más a politika nem került volna be az Európai Parlamentbe, mivel Ajkán 3,67%-ot ért el. Ugyancsak városunk előzetes eredményei alapján, ez esetben a The Hond Matrix alapján a fidesz KDMP 14, az MSP, a Jobbik és a Demokratikus Koalíció 2, az Együtt PM pedig egy mandátumhoz jutott volna. A történelemből elő kell venni azokat az első és második világháborús hősöket, akik katonai helytállásukkal példát adtak hazafiasságból, mondta Semmi Zsolt miniszterelnök helyettes a Magyar Hősök Napja alkalmából szombaton a Templomdombon, a KDMP ajkai szervezetének ünnepségén. 1917-ben, amikor megalkották ezt az emléknapot, még voltak példaképek, mondta. Azóta azonban megváltozott a helyzet. Manapság olyanok lettek a példaképek, akiket a média, mint celebeket reklámoz. Mivé lesz a következő nemzedék, ha celebek lesznek a példaképek? Tette fel a kérdést a politikus. Az emléknapok fontosak, mert általuk adjuk meg a tiszteletet azoknak, akiktől annyi évtizeden át megtagadták. Ha ezek az ünnepek országszerte általánossá válnak, akkor a magyarság méltó lesz történelméhez, amelyet egy évezreden keresztül a világ színpadán bemutatott. Fogalmazott a miniszterelnök helyettes. Kiemelte: A kommunista időszakban a harcmezőn elesett katonákat másodszor is megölték azzal, hogy az emlékükről nem volt szabad beszélni. A kommunista rendszer a végtisztességet is megtagadta tőlük. A megemlékezések alkalmat adnak arra is, hogy levonjuk a tanulságot a történelemből, fogalmazott a miniszterelnök helyettes. Véleménye szerint történelmi felelősség, hogy elutasítsuk azt a militáns szemléletet, amely idegen országokba küld magyar katonákat, és értelmetlenül az életüket követeli. Kifejtette, az a katona is hős, akit egy másik országba küldtek harcolni, hiszen nem őt terheli felelősség azért, hogy harcolnia kell. Minden katona esetében benne van annak a kockázata, hogy nem fog hazatérni a harcból. Ezt a vértanú önként vállalja, az áldozat pedig abban bízik, hogy életben marad. De mindketten hősök, hangsúlyozta Semjén Zsolt. A résztvevők megkoszorúzták az első és a második világháború hőseinek emlékművét. Az ünnepi megemlékezésen közreműködött Dominek Anna, Kazinci díjas színművész is. Egy szóban elkezdett vita tetlegességig fajult Kispiriten március 16-án 5 óra körül. A rendelkezésre álló adatok alapján két szomszéd az előzetes szóváltást követően összeverekedett. Bejelentés alapján érkezett ki a rendőrség a helyszínre, az adatgyűjtés során felmerült személyek ellen eljárást indítottak. Az ügy kivizsgálása érdekében a devecseri rendőrös nyomozó csoportja a cselekményben résztvevőket kihallgatta. Egy 65 éves asszonyjal, valamint egy 19 és egy 25 éves kispiriti férfival szemben garázdaság vétsége miatt vádemelési javaslattal küldte meg az ajkai rendőrkapitányság az ügy iratait az ajkai járási ügyészségnek. Az ipari katasztrófát követően Ajka és Kolontár határában lévő 8-as és 9-es vörösi szabtározó biztonsági megerősítését írta elő a Veszprémi bányakapitányság a Magyar Alumínium Ipari ZRT számára. A munkát május 1 kezdték meg, erősítette meg Káldi Zoltán bányakapitány az mt nek pénteken a veol.hu információit. Az állam egy kormányhatározattal biztosította a szükséges összeget a megerősítéshez, tette hozzá a bányakapitány. Megjegyezte, a Magyar Bányászat és Föltani Hivatal közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a kivitelezőt. A 8-as kazettánál már befejeződött a munka. Jelenleg a 9-es kazetta megerősítése folyik, amelyre az északi oldal esetében 120, a délin 180 kivitelezésre alkalmas nap áll a kivitelező rendelkezésére. A munkálatokra azért van szükség, mert a gátak biztonsági tényezője nem érte el a szükséges mértéket. Káldi Zoltán elmondta, a Magyar Bányászati és Föltani Hivatal fogja kifizetni a vállalkozói díjat, majd érvényesíti a követelést a MAL felé. Erős emberek országos bajnoksága volt szombaton a Kislődi Kalandparkban. A versenynek immár harmadik éve adott hont a település. A kalandparkban nem meglepő a sport tevékenység, hiszen maga a helyszín is biztosítja a szabadidő aktív eltöltését. Így az erős emberek is megtalálhatták számításaikat szombaton. A harmadik év olyan szempontból mindenképpen igaz, hogy most már a döntőt rendezzük harmadik éve. Előtte is volt már egy Nyugat-Magyarország döntőnk, illetve skótfelföldi felföldi játékok, mint kuriózum, de úgy gondolom nagyon magas színvonal volt most is a verseny és a nézők biztatása is. A versenyen nem volt elég az, ha valaki erős, Fontos az ügyesség, a gyorsaság és a kitartás is. A legfontosabb szerepe a technikának, illetve az állóképességnek van. A versenyzőknek négyes rönknyomást, hordódobást, egy 480 kg-os traktor kerék ötszöri megforgatását, felhúzást, az úgynevezett izlandi kereszt teljesítésén túl, a vegyes feladatok közt egy malomkövet kellett elvinniük. Az előzetes kvalifikációból 12 versenyző jutott be a kislődi döntőbe. A nagy esélyes Nagy Ákos a harmadik versenyszámban megsérült, így ő nem tudta folytatni a versenyt. A győztes a martfői hajnal Tamás lett, aki már többször is megpróbálta elhódítani a kupát. 5 évvel ezelőtt 5. volt, 4 évvel ezelőtt 4. volt, 3 évvel ezelőtt 3. volt, 2 évvel ezelőtt 2. volt, és, szava, és az idén pedig első lett. A 23 éves fiatalember 16 évesen már indult megyei szintű versenyeken. 2010-ben már részt vett az ország legerősebb embere versenyen. Most sikerült első alkalommal elnyernie a kupát. Nagyon boldog vagyok a bajnoki címemnek, ö, ö, és Kürti bácsinak ajánlom ezt a bajnoki címet, én az én nevelőedzőm, ő már sajnos nincs köreinkben. Az NB2-es labdarúgó bajnokság hamarosan véget ér. Az utolsó idegenbeli mérkőzésére az FC Ajkának Békés Csabán került sor pénteken. Az őszi szezonban Ajkán a házigazdák nyertek 2 0 Az idei bajnokság utolsó előtti fordulójában, amely a Békés Csabaiak számára az utolsó hazai derbi volt, eljött a visszavágás ideje. Éltek is vele a lila fehérek. Nagyszerű iramban kezdtek a csapatok, az első negyed óra nem csak a gyorsan érkezett gólok, hanem a lendületes, célra törő játék miatt is élvezetes volt. Ám mintha ennyivel meg is elégedtek volna a két csapat játékosai, visszavettek az iramból. A fordulás után ismét élénkebb és színesebb lett a játék. Az iramra se lehetett panasz, de csak hazai mb 2 szinten hajtottak a játékosok. Ismét többször kerültek veszélybe a kapuk, és ezzel párhuzamosan ültek le a védelmek. Mindkét hátsó alakzat vétett hibákat, legtöbbször a kapusok vagy a szerencse mentette meg őket az újabb bekapott góltól. Összességében hazai másodosztályú szinten nem lehetett panasz egyik csapatra sem. Jákli Péter, az FC Ajka vezető edzője a 3-2-es vereség után elmondta, játszottunk egy jó mérkőzést, az eredmény kivételével elégedett vagyok. Mai híradónk végén megköszönöm figyelmüket. Friss híreinket az ajka.ma weboldalon olvashatják. Legközelebb híradóval szerdán este 7 órakor várjuk Önöket. A folytatásban tekintsék meg időjárás jelentésünket is. A viszontlátásra! Kedden is marad a füllet, meleg záporokkal, zivatarokkal tarkított idő. Hevesebb zivatarok ezen a napon előreláthatólag kedden északkeleten alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szelet élénk zivatarok idején erős, akár viharos lökések kísérhetik. A hét közepén egy hideg front hozhat további záporokat, zivatarokat, valamint megerősödő szelet. Ezzel együtt több fokkal visszaeshet a hőmérséklet, egy időre búcsút mondhatunk a nyárias melegnek.